Szotyori Lázár Zoltán szerint 1 milliárd forint EU-s támogatást fizettethetnek vissza Szolnokkal. A jobbikos politikus a város közvilágításának korszerűsítését vizsgáló OLAF jelentésre hivatkozva kijelentette, jelentős visszaélések történtek a pályázatok elbírálása során. A Jobbikhoz csatlakozva ugyancsak ebben a témában tartott sajtótájékoztatót az MSZP, ahol a párt elnökségi tagja elmondta, feljelentést tesznek az ügyben. Ide egyet. Az Európai Csalás elleni Hivatal jelentésének másolatait adja át a Jobbik önkormányzati képviselője újságíróknak. A Szotyori Lázár Zoltán által bemutatott OLAF jelentés 14 megállapítást tartalmaz a szolnoki közterületek energetikai korszerűsítésére kiírt pályázattal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy Szalai Ferenc polgármester felelőssége ez egész ügy. A jobbikos képviselő szerint Szalai Ferenc egy személyben felelős abban, hogy az Elios ZRT nyerte a tendert Szolnokon 1 milliárd forint értékben. Az OLAF jelentés szerint a pályázat elbírálása során több szabálytalanság történhetett, a többi között a pályázatok csak a kivitelezés becsült összegét tartalmazták, illetve a feltételezések szerint mindhárom ajánlatot ugyanaz a személy készítette, továbbá a beadási határidő előtt 3 nappal módosították a pályázat feltételeit is. Azt gondolom, hogy ha és amennyiben ezt az összeget valóban Szolnok városának vissza kell fizetnie, akkor Szalai Ferenc polgármesternek le kell vonnia a konzekvenciákat, és nem lehet más lehetősége számára, mint hogy lemond a tisztségéről. A vizsgálat eredményeiről az OLAF Szalai Ferencet is tájékoztatta, mondta a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjelöltje. Szalai Ferencnek lehetősége lett volna 20 napon belül válaszolni és észrevételeit megtenni. Mivel nem tette, szerintünk ez egyenlő egy beismeréssel. Szalai Ferenc a januári közgyűlésen azt mondta, hogy minden szabályos volt. Magyarország 35 nagyvárosában az elmúlt években jelentős közvilágítás korszerűsítéseket hajtott végre 13 milliárd forintból az Elios ZRT. A beruházásokkal kapcsolatban a Magyar Nyomozóügyészség már indított egy vizsgálatot 2015-ben. 2016-ban lezárták a nyomozást, az indoklás pedig a következő volt, bűncselekmény hiányában. Nem bizonyítani nem tudtak valamit, nem találtak valamit, hanem kijelentették azt, hogy nem történt bűncselekmény, és így zárták le a vizsgálatot. Bárány Balázs hozzátette, a 2015 és 2016 közötti vizsgálat eredményével szemben most már az OLAF jelentés is azt bizonyítja, hogy a pályázatokhoz kapcsolódóan komoly visszaélések és csalások történtek. Az MSZP elnökségi tagja hangsúlyozta, pártja feljelentést tesz az ügyben. Szolnok önkormányzata az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünknek, idézem. A szolnoki közvilágítás korszerűsítésével 2 év alatt 120 millió forintot takarított meg a város az energiatakarékos rendszernek köszönhetően. Ennek a töredékébe sem került az önkormányzatnak a beruházás. Az új lámpatestek a város tulajdonába kerültek, ellentétben a korábbi állapottal, amikor egy multinacionális cégé voltak, azaz Szolnok végre a saját kezébe vehette a közvilágítását. A beruházás a legszélesebb nyilvánosság mellett zajlott, minden elemében szabályszerű volt. Világos, hogy az ellenzéknek nem a beruházással van problémája, hanem a politikai kampány részeként vádaskodik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a Jobbik és az MSZP összehangolt támadást indított a polgármester ellen. Olyan emberek támadják Szalai Ferencet, mint Szotyori Lázár Zoltán és Györfi Mihály, akik nem tettek semmit Szolnokért, szemben Szalai Ferenccel, aki már 4-szer nyerte el Szolnokon a választók bizalmát, áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.